háborúban nem is válik fegyvernem még, tehát már rögtön meg is tudom való cáfolni a második mondatomban, hogy a két háború között beszéltünk csak erről, és hogy hogyan fogják őket alkalmazni, illetve hogyan is nézett ki a harckocsik, hogyan néztek ki a harckocsik maguk, és hogyan néztek ki az első harckocsizók. Mondtam, hogy nagyon nem szeretnék belemerülni, ja, még egy dolog, ugye, amiben nem szeretnék nagyon belemerülni, az a harcászati kérdések, hiszen ez félrevinné a rendelkezésre álló 20 percet. De azért mindenképpen azzal kellene kezdenünk, amivel ma is meghatározzuk a harckocsikat. Ugye három fő tulajdonságról beszélünk a harckocsik kapcsán, az egyik a tűzerő, ugye ez az, ami biztosítja az ellenséges célok leküzdését, a második a védelem, biztosítja a túlélőképességet az ellenséges fegyverek hatásával szemben, ez ma már nagyon összetett fogalom, ebben az időszakban mondjuk nagyjából a páncélvédettséget jelöli. És a harmadik a mozgékonyság, ami két részből tevődik össze, az egyik eljutatni a harckocsin lévő fegyvereket és a kezelő személyzetet a harc színhelyre, illetve a manőverező képességet az ellenséges tűz elől. A kiindulási alap, tehát a páncélos technika, mint olyan az a harckocsi előtt is létezik már az első világháború előtt, illetve az első világháború első esztendeiben, alapvetően két harcjármű feleltethető meg ennek, a páncél vonat, illetve a páncél gépkocsi. A probléma velük az, hogy mind a kettőnek lehatárolható az alkalmazási területe, ugye a páncél vonat eleve kötött pályán mozog, tehát nagyon ezt nem kell cifráznom. A páncélgépkocsi jóval mozgékonyabb lehetne, de a technikai paramétereik miatt ugye a terepjáró képességük nagyon alacsony, tehát átszegdelt terepen, bombatölcsér szaggatta terepen, mocsaras vízen elárasztott terepen, harcápokkal szabdalt terepen is, és a többi nem tudnak mozogni. Tehát találni kellett egy olyan harcjárművet, amely, és ugye itt a állásháború fogalma már elhangzott az előttem lévő előadásoknál, ami az állásháborúban is alkalmazható, és a terepjáró képessége megfelelő, ezeket az állásokat le tudja küzdeni, műszaki zárakon át tud hatolni, stb. Stb. Nagyon nem mentem vissza, bocsánat, igen, itt felraktam egy képet, nem, erre mondtam, hogy nem nagyon szeretnék elmerülni a támadó és a védelmi harc fejlődésnek a bemutatásában, mert arra 20 perc önmagában kevés lenne, de elégedjünk meg annyival, hogy a védelem felépítése a háború végére az így néz ki. Tehát míg mondjuk az első világháború első esztendejében, vagy a 15 elején a védelem mélysége 3-4 km, addig a utolsó esztendőre 30 km, tehát meg 10-szereződik, és annyit láthatunk laikusként is, hogy borzasztó bonyolultá válik. Tehát ezt a védelmet mindenképpen csak szisztematikusan, mindenképpen csak összfegyvernemi harccal lehet leküzdeni. Tehát ugye itt a csodafegyverekről beszélünk, gondolom, hogy a keresztapja a konferencia címének az arra gondolt a csodafegyverekkel, hogy mely eszközök voltak azok, amelyek lehetőséget teremtettek volna arra, hogy az állásháború zsákutcájából kitörjünk, vagy kitörjenek a koremberei. Ilyen volt természetesen a harckocsi is, tehát ilyen lett volna, de nyilván önmagukban ennek nem tudtak megfelelni. Jó, ugye az új harceszköznek milyen feladatokat szántak konkrétan, és ugye azt akartam az előbb mondani, amikor belevágtam a saját szavamba, hogy nagyon nem akartam messziről indítani, én nem indítok Da Vinci-től, és nem indítok a A.G. Wells-től és stb. Stb. De mindenki tudja, hogy már a 19. század végén, ahogy megjelenik a motorizáció, és megjelennek mondjuk az első tudományos fantasztikus könyvek, bár az nem A.G. Wells-nél jelennek, hanem mondjuk Jules Verne-től, de mindegy. Szóval, hogy felmerül egy úgynevezett szárazföldi csatahajó fogalom, tehát hogy építeni kellene egy olyan harcjárművet, amely megfelelő páncélvédettséget és tűzerőt biztosít, és mint ahogy a csatahajók a tengeren akadály nélkül sikladhatnak, hát így ezek a harcjárművek is megtehetnék ezt, és pusztíthatnák az ellenség élőerejét. Jó, tehát ezeknek a még csak képzeletben létező harcjárműveknek milyen feladatokat szánnak, hogy a leküzdeni a védelem akadály és árokrendszerét, megsemmisíteni az ellenség gépuskafészkeit, ugye ez az, ami a gyalogsági fegyverek közül uralja a hasztereket. Nyilván Ballal ezredes úr előadására gondolunk akkor a tűzérség állásait, hiszen ez az, amelyik az élőerőt leghatékonyabban képes pusztítani, és nyilván az ellenség faföld bunkereit, műszaki zárait, és a többi, tehát nyilván ez is meghatározó feladat kell, hogy legyen, illetve ugye mindezek által biztosítani a gyalogság előre mozgását. Tehát itt még egyszer hangsúlyoznám, vagy itt elsőként hangsúlyoznám, és majd többször fogom, hogy mindenképpen a gyalogságnak alárendelt fegyvernemről beszélünk. De mondom, a fegyvernemet tegyük idézőjelbe, csak hát összefoglalóként valahogy beszélnem kell a harckocsizókról, illetve a harckocsikról. Jó, azért mondom, a kifejlesztést nagyon nem akartam cifrázni. A motorizáció ugrásszerű fejlődés a századfordulón, tehát megjelenik a robbanómotor, ami közvetlen elődjének tekintető az a terepjáró gépjárművek, tehát a mezőgazdasági traktoroknak a megjelenése, és itt a Holt hernyótalpas traktorról kell elsősorban beszélni. Amikor alezredes úrnak volt egy képe, amikor a brit tűzőrségi vontatókat láttunk, akkor is ilyen Holt traktorokat láthattunk, tehát tűzőrségi vontatóként már használják őket Franciaországban. Egyébként brit licenc volt, brit licencet vettek meg az amerikai is úgy fejlesztették le, de nyilván ugye ez a technika történetben nem ritka, hogy egymás vállára épülünk, mint ahogy más tudományterületeken is
Jó, ugye magyar vonatkozásokra is elhangzott egy felkérés, mindenképpen akit meg kellene említeni osztrák-magyar vonatkozásban, az Günther Burstin vasútezredbeli főhadnagy neve, aki az első igazán megvalósítható mai értelemben is harckocsinak tekintető, tehát mozgó lövegtoronnyal és a többi rendelkező harcjárművet tervezett. Az ő elképzeléseit az osztrák-magyar hadügyminisztérium nem karolta föl, ez nem kell magunkat megszaggatni és megtépni, mert ezzel majdnem minden nagyhatalomnak a hadügyminisztériuma így volt, hogy igazából a harckocsikra vonatkozó terveket nem vették figyelembe, és ugye tegnap este jutott eszembe, hogy azért a magyar vonatkozás is van, a Liptákféle harckocsiról tehettem volna be egy képet. Az 1915-ben ugye a prototípusát bemutatják, és jól tudom, pár darab el is készül belőle, de tömeggyártására nem került sor. Hát itt a tömeggyártás, majd a németek kapcsán is utalok rá, hogy itt már a központi hatalmaknak a központi szerepe miatt ugye el lesznek vágva a nyersanyaglelőhelyekkel, az ipar nyersanyaglelőhelyekkel fog küzdeni. Harckocsi tömeggyártásról eleve nem lehetett szó német vonatkozásban sem, hát akkor még osztrák-magyar vonatkozásban jó. Tehát azt mondtam, hogy mindenhol érdektelenségbe fullad, és akkor az első, amiről beszélnünk kell, az ugye Ernest Dunlop Swinton brit ezredes, aki 1915-ben nem kisebb személyiséget nyer meg az elképzeléseinek, mint Sir Winston Churchill, az admiralitás első lordját. Ővel majd még fogunk találkozni, még egyszer kihúzza a kátyúból a harckocsi akkor süllyedőnek tűnő ügyét. Ugye ő biztosítja a politikai támogatást, és nyilván a politikai támogatás a pénzügyi segítséget is. Tehát hamarosan kidolgozzák az elképzelt harcjárművre támasztott követelményeket, és így megszületik a Little Willie 1915. augusztusában, amely hát működik ugyan, tehát a bemutatója ilyen értelemben sikeres, de a technikai paraméterei nagyon gyatrák, tehát ha igazán objektívek akarunk lenni, akkor csúfos kudarc, tehát többször lefullad a terepjáró képessége is, hát eléggé nem meggyőző, pedig ha jól emlékszem, akkor ezt még nem is harcszerű körülmények között, mert nem olyan terepen mutatták be, hanem valamelyik lordnak a golfpályáján. Tehát azért ott túl sok bukka, nem tudom, tavak szoktak lenni a golfpályán, meg golfjukak, de talán az mondjuk egy harckocsit nem kellene, hogy elakasszon. Szóval a lényeg az, hogy fajlagos talajnyomása nem felelt meg. Továbbfejleszte itt a Little Willie. Ugye itt az érdekes, hogy a futóműve az sajátos megoldás, ehhez képest a Big Willie-nek egy később sokáig alkalmazott megoldása, átalakítása lesz. Tehát a következő W.H. Wilson hadnagy ötlete, ő fogja valóban első, tehát a valóban működőképes első harckocsit megszerkeszteni 1916. január 16-án mutatják be, hogy volt a Little Willie, a Kis Willie, akkor most jön a Big Willie, a Nagy Willie. Mivel ez működik, és ez lesz minden harckocsiknak a szülőanyja, ezért a Mother nevet is viseli, tehát az anya nevet is. A merőben új elgondolású volt ez a harckocsi, nyújtott rombusz alakú harcjármű volt, a lánctalpak a harckocsi testen futottak teljesen körbe, ugye a lánctalpak hossza az azért volt fontos, hogy a harcárpokat le tudják küzdeni, át tudják hidalni. Jó, mondom, harcászat technikai adatokból csak ennyi, hogy azért mégis el tudjuk képzelni, hogy hogyan nézett ki a kor harckocsia. 22 tonna tömegi, 8 fős kezelő személyzetű, 9,7 méter hosszú, 4,7 méter széles, Foster Daimler típusú, 105 lóerős teljesítményű motor hajtotta meg őket 6 km/órás szélsebes sebességgel. Tehát ezt ugye normál kutyagoló, lövész, bokorugró baka is nyugodtan tudja követni, és ugye fedezékében tud haladni. Nem ezért volt ilyen alacsony a sebesség, hanem azért, mert erre voltak képesek, de ez megfelelt a gyalogság igényeinek is. Hatótávolság a 37 km, amely azért viszonylag alacsonynak tekinthető, és a fegyverzete az elsőnek, a Mothernek, aztán utána a Mother az két nemre ágazik, majd ugye beszélünk róla, az a haditengerészettől kölcsönzött két könnyű löveggel, két 6 fontos löveggel volt felszerelve, és ebből a típusból fejlesztik ki a Mark 1-et is. Ugye itt láthatjuk a Mark 1-et, a mai harckocsikhoz képest elég érdekes, tehát valóban ezt a szárazföldi csatahajó nevet talán kiérdemli ez a harcjármű is. A szerkezetének az érdekessége az az, hogy a páncéltestre ugye két oldalról ugye a védelmét azt sajtolt acéllemezek látják el, 10 mm vastagságban, és két lodzsát, két ilyen erkélyszerű képződményt, fülkét hegesztettek, amelyekben helyezték el a fegyverzetet. Ugye a tetején az a sátortetős szerkezet, ez a kézigránatok elleni védelmet szolgálja, és a mögötte lévő segédszerkezet, mint a kislányok biciklién, azt a célt szolgálja, nem az, hogy ne boruljon föl, hanem ugye itt még nem fékezhető lánctalpakról beszélünk, a harckocsik manőverező képességét, fordulékonyságát ez a szerkezet szolgálta, egy pneumatikus szerkezettel az egyik vagy a másik kereket a földhöz szegezték, és ugye ahol nem forgott, abba az irányba fordulhatott a harckocsi. Tehát igen kezdetleges, nyilván nem sokkal később, mert a továbbfejlesztés következő változata az a fékezhető lánctalp lesz.
Jó, a 8 fős kezelőszemélyzetet is, hogyha már mondtam, akkor azt azért mindenképpen meg kell említeni, hogy ugye volt a parancsnok, a vezető, volt két fékező, és 4 fő pedig kezelte vagy a lövegeket, vagy a géppuskákat, mindjárt beszélünk, hogy a férfi és a női harckocsiról. De nem ez vitte a csúcsot, ugye ez ma már nagyon sok, tehát ez 8 fő, az már legalább 2. Bizonyos harckocsi típusokban 2,5 harckocsi kezelőszemélyzetének felelne meg. A német A7V harckocsi kezelőszemélyzete 18 fő volt. Az ugye majdnem egy mai szakasznak megfelelő létszám, tehát majd erre is, hogyha lesz idő, visszatérek. Na, nem akartam a titoktartás dolgot sem nagyon kivesézni, mert szerintem az a leginkább ismertebb is, és erről mindenki olvasott. Itt a vicc kedvéért ugye a Walter, nagyon sokféle név merült fel, hogy hogyan nevezik ezt a harcjárművet. A Walter Carrier és a tank között vaciláltak, de ugye a Walter Carrier az rövidítve már egy foglalt fogalmat jelölt volna, de tényleg így történt, és ezért inkább maradtak egy szintén könnyen megjegyezhető egyszótagú szónál, ugye ezért maradt a tank. Jó, tehát az első bevetésükig tényleg szigorú titoktartás volt, szerintem erről mindenki olvasott. Azt mondtam, kétféle harckocsi típus szerkesztenek a Mark 1-ből, ugye férfi és női harckocsit. A férfi harckocsi, ugye az erősebb jogán, az lövegekkel, könnyűlövegekkel és 4 darab 2,7 mm-es géppuskákkal volt felszerelve, míg a női harckocsi az csak géppuskákkal, 6 darabbal, és a női harckocsi itt a hagyományos családmodellnek megfelelően a nő támogatja a férfit, tehát a női harckocsi feladata az a férfi harckocsi harcának a támogatása volt. Jó. Első bevetés 1916. szeptember 15-ben, és azt gondolom, hogy ez is ismert, tehát a Szombi csatából a Flair-Kuszletnél folyó ütközetnél vetik be őket szeptember 15-én. 49 harckocsit sorakoztatnak föl, ebből 10 darab már az összpontosítási körletbe tartó úton meghibásodik és lerohad. A kiindulási állást 35 jármű éri el, és a németek első vonalát, tehát a megindulási, illetve a rohamterep szakaszt és a németek első vonalát 31 harckocsi. Ezek a veszteségek, tehát alapvetően a műszaki, technikai paramétereik miatt következnek be, és nem az ellenséges tűz miatt. Ennek ellenére, hogy ilyen gyerekcipőben jártak, mégis szinte hihetetlen sikert tudnak már az első bevetésükkor elkönyvelni, 3 km mélyen betörnek a németek védelmi vonalába, ezt elsősorban a pszichológiai hatásoknak köszönhetik. Tehát a németek ugye megijednek, pánik tör ki közöttük, elhagyják az állásaikat, nem tudnak hatékony tüzet vezetni ezekre a harcjárművekre, aztán később megtanulják, hogy lehet gyalogsági fegyverrel is harcolni ellenük. Na ez az, amit most átugranék, és ha lesz idő, akkor visszatérünk rá, jó? Itt összefoglaltam a leglényegesebb metódusokat, vele lényegesebb eseményeket, ahol alkalmazták a harckocsikat, és ugye itt a harckocsik elleni küzdelmét, hanem most megfordítva, rögtön az összefoglalásnál annyit mondanék el, és aztán utána megnézzük, hogy hogyan zajlott a harc és az élet a harckocsin belül. Ugye a harckocsikban elszenvedett veszteségek mindvégig igen súlyosak voltak a kezdeti időben a műszaki meghibásodások miatt, utána pedig már a kialakuló páncélelhárítás miatt, ami ugye több összetevő volt, aktív és passzív páncélelhárítás működött. Ennek ellenére sem a britek, sem a franciák nem tesznek le arról, hogy erre a harcjárműre szükség van, és megkezdődik a tömeggyártásuk, tehát a háború végére már több száz harckocsi egyidejű harcbavetéséről van szó. Ennek ellenére az eredményeik maradnak harcászati jelentőségűek, tehát hogyha ugye szaknyelven akarunk fogalmazni, akkor a harcászati mélységből, a hadműveleti mélységbe nem sikerült kitörni a harckocsik segítségével sem. Tehát ezért nem válnak csodafegyveri, ezért nem nyerik meg az első világháborút, hogy ilyen röviden fogalmazzak. A számok önmagukért beszélnek, hogy Franciaország és Nagy-Britannia háború végéig 7800 darab harckocsit gyártott. És ha hinni lehet a számoknak, ugye a leadott megrendelések alapján a háború nem ért volna véget 18-ban, akkor a következő évben már 17.000 darab harckocsi állt volna a rendelkezésükre. Szerintem ez önmagában egy bődületes szám, de összehasonlítjuk az előbb látott 80.000 fős lövegszámmal, amit a két fél összesen gyártott az első világháborúban a tüzérség esetében, akkor azért láthatjuk, hogy mekkora hangsúlyt fektettek a harckocsikra. Jó, és ugye hát Németország szegény fiúként 80 darabot tud gyártani a háború alatt, viszont számos zsákmányanyagot, zsákmányharckocsit ejtenek, és ezeket is hadrendbe állítják. Ugye itt rögtön fel is tettem egy német Mark 4-es. Ezeket is átugranám, és hogyha lesz idő, a harckocsi típusokról külön beszélek, de ami szerintem sokkal érdekesebb a hallgatóság számára az, hogy hogyan is nézett ki. Itt ergonómiai és egyéb összetevőket raktam össze, egy kicsit, hogy életszagúvá tegyem a harcot, illetve a harckocsik alkalmazását. Azzal kell kezdeni, ugye már elmondtuk, hogy harcászati és hadműveleti szempontból milyen feladatokat szántak a harckocsinak, azt viszont szintén le kell szögezni, hogy a harckocsit alapvetően támadó fegyvernek szánták. Tehát azt mondták, hogy ha a védelemben alkalmazzák, akkor erre nem lesz alkalmas, ugye eleve az álló harckocsi halálra van ítélve, és a többi.
Ugye később már, amikor megjelenik, tehát 1916-17-től egyre inkább a aktív védelem, akkor ugye már maga a gyalogság is ellenlökésekben gondolkodik. Itt is a harckocsik alkalmazását ennél tartották célravezetőnek, és természetesen csak gyalogsági támogatással, és ráadásul ugye azt mondták, hogy a támadásra gondolunk, hogy az elfoglalt területet önállóan képtelenek megtartani. Ugye a harckocsi korlátozott hatótávolsága, egy 30-70 km, amely a háború végére 150 km-re nő, ugye itt a 70 km az a közepes és a könnyű harckocsiknál fog majd megjelenni. Akkor a mozgékonyságuk csak a védelem közeli mélységében teszi lehetővé alkalmazásokat, és itt nyilván a megindulási terepszakaszról eljutni a védelem állásaiba, és utána visszatérni a saját állásokhoz. Tehát gyakorlatilag ezt duplán kell számítani, és nyilván a harckocsiban eltöltött időmennyiséget is ezáltal. Ugye az átszegdelt terep, a 3-4 méter széles árkok, az 1 méter, ugye nyilván ez a 3-4 méter széles árkok, ezek már akkor jönnek létre, miután bevetik az első harckocsikat, és akkor az ellenük való védelem miatt szélesebb árkokat fognak alkalmazni. 1 méternél mélyebb folyók, csatornák, mocsaras talaj, ugye Flandriáról láttunk képeket, Flandriában is fognak harckocsikat alkalmazni, nyilván kitalálható, hogy milyen eredménnyel. Meredek lejtők, erdős és sziklás terület gyakorlatilag a harckocsikkal járhatatlan volt. Ezt mindenképpen szem előtt kell tartani, ha az első világháború harcait vizsgáljuk. Akkor egy másik érdekesség, ugye a harckocsi ebben az időben abszolút süketnek tekinthető, belülről is, tehát a kezelő személyzet szempontjából is, és az alakzatban való harc szempontjából is. Ugye sok szempontból érdekes ez, tehát itt nem csak a süketség vonatkozásában érdekes, ugye a motorzúgás ott hallatszott a kezelő személyzet fülébe, a küzdőtéren egyáltalán nem volt semmivel az első harckocsi típusokban a motor, tehát nem volt védve. Ez nem csak a zajszűrés elmaradása miatt volt kellemetlen, hanem mert a forró mozgó alkatrészek közé beakadni eleve nem egy finom dolog, forró motorba beleesni rázkódás közben megint csak nem egy finom dolog. És nyilván ez majd ugye a vakság szempontjából is érdekes lesz, hogy annak a füstje, gőze, gáza az ugyanúgy terjedt a küzdőtérben, de maradjunk egyelőre a süketségnél. Tehát semmi zajszűrés, a lánctalpok csikorgásáról ez ugyanúgy elmondható, és akkor ne felejtsük el, hogy miután megkezdődött a harc a lövegeknek és a géppuskáknak a tüzét, a saját fegyverek tüzét, azt ez a páncéltest még fel is erősítette. Tehát azért mindenki el bírja képzelni, hogy ez milyen zajhatással hangot, tehát ez minden, milyen zajhatással járt, ez minden más hangot elnyomott, ez csak azért érdekes, mert akár a manőverezésre, akár a tűzvezetésre gondolunk, azért a süketség, ugye, a célmegjelölés, merre ne menjünk, forduljunk, hátra menet, stb. Ez nehézkessé teszi, tehát ezért a korban mindenféle technikai megoldásra próbálkoztak, színes lámpák felvillanásával, kézjelekkel, olyat is olvastam, hogy francia kulcssal kopogott a páncéltesten, de hát mondjuk miután az ellenség géppuskái vagy gyalogsági puskáinak a lövedékei pattognak a páncéltesten, utána már ez a kopogás nem hiszem, hogy sokat ért. Tehát mindenképpen ezt figyelembe kell venni, és mondom, mivel rádiótechnikáról 18-ban már ugyan beszéltünk harckocsik vonatkozásában, ez még nagyon-nagyon gyerekcipőben járt, még szerintem csak kipróbálási állapotban, tehát azt is meg kellett oldani, hogy alakzatban hogyan harcoljanak a harckocsik, hogyan tartsák a harctéri kommunikációt, és a többi, és a többi. A másik, a következő, ugye, amire már utaltam, a harckocsi vaksága, mondtam, a motor gőze, rosszabb esetben füstje és gáza, számos ilyen leírással is találkozhatunk, ugye a nem megfelelő szigetelés, a harckocsin belüli rázkódás, stb. Sok, tehát nagy a tömítések, csövek eltörtek, stb. A kipufogó gázok azok a küzdőtérben maradtak, és ez természetesen, ugye hát most a morbid viccet akartam mondani, hogy az öngyilkosok klasszikus megoldása is ugye a járműbe visszaforgatott kipufogógáz, tehát elbírjuk képzelni, hogy ez milyen hatása volt a kezelő személyzetre, fröcskölő olaj, és a többi, tehát amiket az előbb elmondtam, és nyilván a harckocsin kívül is ez a vakság létezett, vagy legalábbis ez a korlátozott látótér, tehát kis kémlelőnyílások, kezdetleges prizmák, ezek a kilátást, a harckocsi helyzetének a meghatározását akár az alakzaton belül, akár önmagában nehézkessé tették. Tehát jelentősen korlátozták a kilátást, a figyelést és a tűzvezetést. Azért ez semmiképpen nem elhanyagolható szempont. Akkor a következő, ugye korlátozott tűzerőről beszéltünk. A mozgás közbeni találati valószínűség igen alacsony volt. Itt még semmiféle célzóberendezés, célzóautomatika, lövegstabilizátor és egyebek nem létezett, mint a modern harckocsikban. Tehát ugye úgy kell elképzelni, hogy abban a lodzsában kapaszkodik szegény irányzó, ráviszi a célra a löveget, nagyjából beméri a távolságot, ugye már tüzelne, és abban a pillanatban a harckocsi a terep miatt rászkódik egyet, bukkanóra megy, stb. Tehát ezek elbírjuk képzelni, hogy mennyire lehetetlené tette szinte, és ugye a rászkódás nem csak ebből a szempontból érdekes, hanem mert azért kapaszkodni is kell abban a harckocsiban, tehát
ez megint csak megnehezítette a helyzetüket, és hogyha pedig megálltak, hogy könnyítsék a tűzvezetést, akkor pedig ugye a harcjármű nagy célfelülete miatt, ugye itt már a Mark 1-et láthattuk, az elpörgetés közben az A7V harckocsinál is láthattuk, talán az volt a legnagyobb, ugye a honvéd tisztelőknek azt szoktam mondani, hogy nagyanyám mozgó ruhásszekrénye, de tényleg úgy néz ki körülbelül. Tehát nyilván arra azért még egy fél vaktűzér is könnyen bele tudod durrantani, tehát nagy felületet nyújtanak, könnyen megsemmisíthetővé tették. Ugye ezen kívül vegyük figyelembe az elviselhetetlen hőséget, tehát nem egyszer 50 vagy annál is magasabb Celsius fok hőmérsékletet mértek a harckocsi belsőben a harc végeztével, és bizony olyan leírásokról is lehet olvasni, hogy fittyet hányva a balesetvédelmi előírásoknak trikóban és gatyában fejezi be a kezelőszemélyzet a harcot, tehát úgy bújnak ki a harckocsiból, mert annyira elviselhetetlen a hőség. A rázkódásra az előbb már utaltam, és a becsapódó lövedékek által keletkezett vasszilánkokat se felejtsük el. Ugye a gyalogság alapvető, legalapvető elsőként kipróbált páncélelhárító tevékenysége az a kémlelő nyílásokra, búvónyílásokra vezetett összefogott tűz lesz. Páncélterülőszerrel, amely jó kis vasszilánkokat tört le a kémlelő nyílásból, az nem csak azt tudta közvetlenül megsebezni, ugye, aki azon a kémlelő nyíláson ilyen kis postaláda nagyságú kémlelő nyílást nézzünk ki, vagy képzeljünk el, nem csak azt tudta megsebezni, hanem vagy nagyobb lövedékek becsapódás esetén ugye a küzdőtér belsejében lévőket is. És ha mindezt összevesszük, mindezeket a tényezőket, akkor megértjük, hogy az első világháborúban a kezelő személyzet nagy részénél a veszteségek arányánál miért találunk olyan magas arányban idegösszeomlást. Nyilván ehhez az is kellett, hogy a motorizációhoz, magázott technikához való viszony a koremberének az nagyon új volt. Szóval embert próbáló feladat volt ekkor harckocsizónak lenni. Jó. Ugye a harcászat technikai tulajdonságaik mennyire javultak, csak leglényegesebbeket írtam, hogy a sebesség megduplázódott, a hatótávolság pedig nagyjából megötszöröződött a háború végére, és itt a Mark 5-nél, ugye itt már 1917 végén, 18-ban nagy számban rendszerbe lépő harckocsiról van szó, ez is azt gondolom, hogy egy érdekes adat. Ugye a lőszerjavadalmazás 207 darab malac volt, tehát 207 darab ugye lőszere a lövegeknek, illetve 7800 darab géppuskalőszer, a nőinél pedig 16000 darab géppuskalőszert máháztak. Hogyha megnézzük ezeket az adatokat, akkor elképzelhetjük, hogy a gyalogsággal összehasonlítva milyen tűzerővel rendelkeztek a harckocsik. Tehát mindenképpen ez egy előremutató dolog volt. Ugye itt láthatjuk a küzdőterét az A7V harckocsinak, mondom még egyszer, ebben 18 fős kezelőszemélyzet működött, a Mark 1-est, amelyben 8 fő, itt láthatunk a Mark harckocsik belsejéből felvételeket, tehát ugye amiket elmondtam, ezek a nehézségek emiatt léptek fel, tehát láthatjuk, hogy ott a motor, vagy a motor abszolút burkolat nélkül volt, és a többi, és a többi. Na most a páncél elhárítás, mert ugye ez azt gondolom, hogy szorosan összefügg, bár itt a páncél elhárítás egy komplexebb fogalom, és ebben benne van a páncéltörő tüzérség is, tehát Balla ezredes úr erre nem igazán utalt, csak a klasszikus tüzérségre, de ez azt gondolom, hogy a harckocsik alkalmazásával mindenképpen össze kell, hogy kötődjön. Tehát ugye a harc főterhét kezdetben a gyalogság viseli, a harckocsikat vezető és figyelőnyírásaikra itt összefogott puska és géppuska tűzzel igyekeztek megállítani, majd közelharcban kézigránát kötegekkel megsemmisíteni, de sok esetben csak akkor működött, amikor a harckocsikból már kifogyott a lőszer, mert főleg a férfi harckocsiknál is, de a női harckocsiknál mindenképpen a géppuska tűzzel távol tudták tartani, tehát bőven dobó távolságon kívül tudták tartani az ellenséges harckocsit, ugye, tehát csak ekkor, így tudták megsemmisíteni. Később az elhárításba bevonják a hadosztályok 77 mm-es lövegeit, amelyeket a peremvonal mögött 500-1500 méteres távolságra lesállásokban helyeznek el. Ez amikor már profi módon alkalmazzák a páncéltörő tüzérséget. És a másik, a következő lépés, amikor a gyalogságot már ellátják páncélelhárításra alkalmas fegyverekkel, ugye kettőt kell megemlíteni, a nehéz puskákat és a páncéltörő, tehát a kis űrméretű, a gyalogsággal együtt mozogni képes, közvetlen tűzikelőket támogatni tudó ágyukról van szó. Ugye a háború végére a páncél elhárítás az már jóval komplexebb fogalom lesz, tehát ide veszük a harckocsiárkokat, aknamezőket, vasbetonakadályokat, lángszórókat, lesállásban elhelyezett és páncélkupolákba beépített lövegek rendszerét. Ugye itt a harckocsi elhárító fegyverek meglehetősen nagy veszteségeket okoznak a támadó harckocsiknak, itt a legnagyobb páncélos ütközeteket, csatákat gyűjtöttem össze, a százalékok önmagukért beszélnek, de ahogyan a harckocsizó fegyver nem is gyerekcipőben jár, úgy a páncél elhárítás is még éppen hogy csak kezdi kiforni magát. Jó, összefoglalóan tehát azt mondhatjuk el, hogy a harckocsik, ugye a harcászat technikai lehetőségük, mennyiségük, illetve gyakorlati alkalmazásuk kezdetlegessége miatt
nem oldhatta föl az állásából zsákutcáját. A gyalogság támogató eszközének tekintették, ahogy ezt az elején is mondtam, önálló feladat megoldására nem tartották képesnek őket, tehát ezért nem válhattak önálló fegyvernemmé. Nem tudom, hogy mennyire spóroltam az idővel, szerintem a... Még van egy? Nem? Mi legyen? Szavaz... Három perc, köszönöm szépen, tehát akkor visszaugranék csak annyiban. Jó, rendben, de arra annyira mindenképpen visszaugranék, hogy az alkalmazás módja, majd akkor a harckocsikról is beszélhetünk. Kicsit lassú. Igen, azt mondja, hogy itt a Cambrai csatánál már milyen módon alkalmazzák a harckocsikat. Ugye itt már tehát a két fegyvernem közötti együttműködésről van szó, illetve a három fegyvernem közti együttműködésről, hiszen ugye a tüzérségnek kell bevezetnie a gyalogságnak és a harckocsiknak a harcát. Ahogy Balla Ezredes úr is mondta, ugye az Antantnál voltak többnapos tüzérség előkészítések, a központi hatalmaknál nem. 1917-re az Antantnál is elhagyják a többnapos tüzérség előkészítést, nem azért, mert drága, azért is nyilván, de ez a tüzéreket nem szokta érdekelni, ők szeretnek kufogtatni. Egyébként a harckocsizókra azt mondom, hogy süketek, akkor náluk talán már csak a tüzérek lehetnek süketebbek. Szóval nem azért hagyják el a többnapos tüzérségi előkészítést, hanem azért, mert ezzel föl lehet hívni az ellenség figyelmét arra, hogy hol lesz az átterési terepszakezés, amögött pedig tartalékokat lehet összevonni. Ezért csak meglepetésszerű a gyalogság és a harckocsik harcát közvetlenül bevezető, tehát azt közvetlenül azt megelőző, egy-két órában való tüzelőkészítésről beszélünk, és utána ahogyan ők megindulnak, ugye itt ez itt az alapharcászat, tehát a legelemébb harcászatot mutatja be ez az ábra, itt egy harckocsi rajt látunk a brit hadseregből, tehát három harckocsi együttes tevékenységét, és az őket támogató gyalogosokat. Korai időkben egy harckocsihoz nagyjából 10-12 fős rohamjárőt rendeltek, itt a Cambrai csatában már nagyjából 4 szakaszt rendelnek hozzá 3 harckocsihoz, és ők a következőképpen tevékenykednek. Ugye láthatjuk az egyes harckocsi, hogy leküzdi a műszaki zárat, befordul a ellenséges harcárokkal párhuzamosan, ugyanezt teszi a 2-es-3-as harckocsi is. Ennek az a magyarázata, ugye láthattuk eleve ezekből a lodzsákból, ahol utána már forgathatóvá válnak, de a lodzsákon belül, tehát nem a lövegtorony, hanem a lodzsán belül a fegyverek, ugye oldalra tudták a leghatásosabb tüzet kiváltani, és ugye ezért oldalirányból, ráadásul ugye az ellenséges gyalogság háta mögé kerültek, ezzel arra kényszerítették őket, hogy a harcárkot, ha elhagyják, akkor azt az ellenkező irányba tegyék, tehát a saját rohamozó gyalogság, a hullámokban rohamozó gyalogsággal szembe. Tehát ez volt az egyik módszere a harcárkok leküzdésének és megtisztításának. Itt lesz egy másik kép is, amin talán még jobban látható. Ugye itt ráadásul a harcárkokat áthidaló rőzsekötegeket, ilyen doromkötegeket dobtak le a harckocsik magukról, és a harcárkokat így hidalták át, és mögöttük ugye jön a rohamozó gyalogság, nyilván a harckocsik fedezete mögött. A becsapódásokban láthatjuk, hogy azért a tüzérségi tűz is zajlik, valószínűleg ez a védőfél tüzérségi támogatás, és hát nyilván ugye azt mondtam, hogy összfegyvernemi harc, hát a haderőnemi semmiképpen nem válik a légierő, de azzá fog válni, tehát hogyha a modern fogalmat akarok mondani, akkor összhaderőnemi harccal lehet igazából hatékonyan megoldani a problémát, tehát a légierő támogatására is szükség van. Ráadásul egyébként, és akkor tényleg nem akarom nagyon elhúzni a dolgot, ekkor már harckocsi típusból is több létezik, tehát megjelennek azok a harckocsik, amelyek kifejezetten nem a harcra, hanem a műszaki zárak leküzdésére lesznek alkalmasak, és a többi, és a többi. Tehát a harckocsi fegyvernemen belül, mondom még egyszer, amit csak idézőjelben nevezhetünk fegyvernemnek, az egyes csapatnemeknek a csírája is meg fognak jelenni. Jó? Nagyjából akkor ennyit szerettem elmondani, nyilván, ha merült fel a kérdés, akkor szívesen válaszolok rá. Köszönöm szépen a figyelmet!